Bűvésznek lenni szórakoztató. Ha hazamegy, s rögtön ledobja aktatáskáját, tarka kendő lesz belőle, mely könnyű füstként elenyészik, nem dobban földre. Kézelőjéből jó tucatnyi tojást szed elő, megebédel, és kezéből a szürke újság postagalamként tovaröppen, ha akar, még a mennyezetre is lefekhet, hogy ott aludjék, és kipihenten ébred reggel. Szájából égő villanykörték potyognak, hogyha nagyot ásít. De bűvésznek lenni néha terhes. Hogyha felteszi a kalapját, biztos, hogy a fejére hullik belőle egy nyúl vagy egy macska. A szőlőfürtje szerte porlik porcukorként, ha oda markol. Ha orrot fújna, óra kattok kezében zsebkendő helyett. Megtehetne 100 bolondságot, és nem tesz egyet sem. Hivatása áldozata. Midász királyként fásultan termeli a csodát.